Szeretettel köszöntöm a megjelenteket itt Tihany főterén, és bár azt gondolom, hogy mindannyian hallottak már a világ egyik legnagyobb, a második legnagyobb kerékpáros körversenyéről, a Giro d'Italiáról, azért mégis fontos elmondani, hogy ennek a versenynek az apropóján jöttünk itt ma össze, méghozzá azért, mert a 2020-as verseny első három napja Magyarországon kerül megrendezésre. És ez az apropó, ami miatt mi most itt vagyunk, hiszen május 9-én a Grande Partenza, a nagy rajt kerül megrendezésre Budapesten a Hősök terén. Ehhez kapcsolódva a Városligeti műjégpályán és az útvonal mentén számos településen rózsaszínbe borulnak az épületek, a terek, területek. 100 nap van vissza eddig a rajtig. Május 11-én érint minket a verseny, május 11-én ér el minket ez a mezőny, és halad végig Tihany településen. És ez a 100 nap az, ami most várakozással és felkészüléssel telik a részünkről. Ezt szerettük volna mi most egy picit megalapozni, ehhez a hangulatot meghozni, azzal, hogy mindenkit a verseny hivatalos rózsaszín színébe öltözve, vagy bármilyen egyéb kiegészítővel megjelenve vártunk itt a főtéren, és természetesen készültünk gyönyörű rózsaszín épülettel is itt a hátam mögött, illetve a függőkertek szintén rózsaszínben pompáznak, és mindenkit szeretettel várunk egy kis forradborral, forró teával, és természetesen rózsaszín tortával, és készüljünk együtt erre a nagy versenyre, hiszen azt gondolom, hogy mivel a világ számos országa követni fogja a versenyt, a versenyútvonalát, a versenyzőket, ezért minket is hatalmas nagy figyelem fog övezni. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, mindenkinek további kellemes beszélgetést, időtöltést kívánok, és figyeljétek a település különböző hírportáljait, ahol majd folyamatosan hírt adunk arról, hogy milyen egyéb megmozdulások lesznek a verseny kapcsán. Köszönöm szépen!